Sziasztok! Tovább pörög a Petőfi TV zenei láncreakciója, ez az Adom a dalod. Hamarosan egy olyan zenészhez érkezem, aki a zenekarával nagyjából egy évtizede robbant be a köztudatba, de gyakran lép fel szólóban is, és ilyenkor egy egészen más arcát mutatja a közönségnek. Neki kell majd a 4-es Street egyik gigaslágerét feldolgoznia, úgyhogy ennek kapcsán idézzük is fel, hogy hogyan adta elő múlt héten a gyergyói csapat Nagy Bogi Szél című számát. Igazán megható produkció volt ez a 4-es Street-től, amely tavaly jelentette meg a Mesélek a bornak című számát, ami az elmúlt év egyik legfelkapottabb dala lett. Ezt viszem most a következő delikvensünknek, a Cloud 9 Plus frontemberének, Szivák Zsoltnak, az ő karrierjét foglaljuk össze most nektek. Go! Szivák Zsolt neve akkor vésődött be végérvényesen a zeneiparban, amikor zenekarának, a Cloud 9 Plusnak első dala, a Supernova berobbant a köztudatba. A Cloud 9 Plus meg annyi népszerű slágert és teltházas koncertet tudhat maga mögött. Együttese mellett oszlopos tagja volt a Red Bull Pilvaker produkciónak. Előbb gondolkodtam, csak aztán hibáztam. 2016-ban Szivák Zsolt és Wagner Emil barátságából megalakult a Szivák X Wagner formáció. Gyakran ad akusztikus koncerteket, ahol a Cloud 9 repertoár mellett saját és feldolgozás dalokat is színpadra állít. Számomra egészen meglepő ez a hely, ahova hoztál engem, Zsolti. Azt tudtam, hogy van egy macskád, Chester, de hogy még a halakért is rajongsz, azt nem tudtam, honnan van a halak és az akváriumok szeretete nálad, honnan jött? Szerintem nálam ilyen gimi elején, vagy talán általános iskola végén alakult ki ez a szenvedély. Először még csak bújtam az akvarisztikai könyveket, édesvizit, de mindig álmom volt, hogy legyen egy tengeri akváriumom, és aztán belemélyedtem jobban a sztoriba, és elkezdtem már kijelölgetni akkor, hogy mondjuk ilyen kis újságok, könyvek milyen halakat is szeretnék majd otthon tartani. Milyen hatással vannak rád ezek a halak? Nekem egy ilyen teljesen nyugalmat áraszt, és a pörgésből, hogyha kiszabadulok, akkor nagyon jó leülni oda, és egy kicsit elmérni a természetben. És egyébként mennyire vagy extrém arc? Tehát mondjuk búvárkodni elmentél már, hogy tényleg természetes élőhelyükön figyelhess meg ezeket a szép halakat? Búvárkodni sajnos még nem búvárkodtam, de mindig is terve volt, meg bakancslistámon rajta van. Tudni kell ezekről a halakról, hogy nagyon sokáig élnek, tehát hogy nem pár hónapokról beszélünk, hanem évekről, valamikor évtizedekről. Úgyhogy nagyon tudnak az emberhez kötődni, meg is lepődni, mennyire értelmesek. Úgyhogy szinte az összesnek neve van, de majd ezt meg is mutatom. Jó, hát nézzük is meg, kíváncsiak, hogy melyiket hogy hívják. Jó, rendben. Hát egy kész Némo nyomában elevenedik meg itt az akváriumodban. Van olyan hal, ami azért mégis egy kicsit közelebb áll a szívedhez, mint a többi, és ha igen, akkor mi a neve? Az összeset nagyon szeretem, talán a kék doki, a Szenilla az egyik kedvencem, őt már szerintem a filmből lehetett ismerni. Meg van egy halam, akit a gyerekkori barátomról neveztem, a Whitey, mert ilyen tipik olyan fazon, meg úgy szokott úszkálni, meg ilyenek, úgyhogy van egy ilyen is. És az a jó, hogy ide leül az ember, és akkor is még itt tévészhet, és gyönyörködhet az akváriumban. És tényleg itt somfordál a macskát, Chester, ő valóban zsákmányként tekint ezekre a halacskákra? A macskám az konkrétan így rákapaszkodott ide, amit látsz itt a szekrén, és így ráugrott, és így kapaszkodott, és így kiabált, hogy meg egyszer megpróbált beleugrani az ablak, tehát így az üvegen keresztül, hogy hátra bele tud ugrani, de irgalmatlanul megfejelte. Kicsit olyan útkeresésben is vagy, nem? De bár itt a zene életeden kívül. Mindig szerettem új dolgokat kipróbálni, meg a zene mellett folyamatosan, mert rengeteg dolgot csináltam. Most egy cukrászdát vettem hát így családon belül. Úgyhogy most azzal tevékenykedek rengeteget igazából. Tőlem ez soha nem állt messze, annó autókat szereltem, tehát hogy volt olyan korszakom is, úgyhogy mindig van valami. 10 év múlva hol látod magad? Benne lesz még akkor a zene az életedben? A zene az biztos benne lesz az életemben, mert egyszerűen az ilyen lételemem. Nagyon szeretem, úgyhogy
szerintem nem lehet olyan helyzet az életben, hogy az ne maradjon meg valamilyen szinten. Most egy kicsit másra összpontosítok, most rengeteg változás van körülöttem, de a zene az mindig állandó volt. És akiket még nyilván nagyon szeret, azok a szüleid, ők melyik színpadi énedet kedvelik jobban, a Cloud 9 Plus-os, megőrülős, hörgős figurát, vagy inkább az egyszál gitáros, kicsit nyugisabb Zsoltit? Ez egy nagyon jó kérdés, ők mind a kettőt nagyon szeretik. Tök érdekes, mert az akusztikon is ott szoktak lenni, a Cloudos fellépéseken is, és a Cloudosokon is bugóznak, ugrálnak, táncolnak. Hello, Chester! Most hogy érzed, hogy jelen pillanatban melyik éned áll közelebb hozzád, hogyha a színpadi tevékenységeket veszük alapul? Talán most már kicsit lenyugodtam, és inkább a líraibb énem az közelebb áll, meg dolgozok egy saját albumon is, ami inkább ilyen akusztikusabb számok lesznek rajta, és az, hogy az inkább líraibb lesz, de egyszerűen az, hogyha eltelik egy-két hónap, akkor annyira hiányzik a maga a Cloud, meg az a vibe az, hogy fenn legyünk a színpadon, tomboljunk, és a közönség együtt lélegezzünk, hogy tényleg nem tudnám megmondani. Tehát valamikor egy kicsit elcsapok az egyik irányba, de akkor meg tökre hiányzik a másik. Köszönöm szépen, hogy ennyire megnyíltál. Most viszont egy kicsit az elmédet fogjuk megnyitni egy asszociációs játék segítségével. Szuper! Amiket most fel fogok írni neked, kíváncsi vagyok, hogy ezekről a szavakról milyen zenei asszociációid lesznek. Na, nem feltétlenül zenei, az se baj. Jön is az első, kérlek, olvasd fel és mondd. 182, hát ez egyértelmű, hogy Blink 182 nekem. Emlékszem, még szüleimmel nyaraltunk, és akkor is az volt, hogy csomó zenei boltban megálltunk, és épp volt olyan Blink 182 CD, ami nem volt meg, akkor azt azonnal meg kellett venni, én nagyon nagy fan voltam. Mennyország. Itt rögtön a AFC-re asszociálok, és Molnár Tomi dalára. Szeretném újra nekünk az első feldolgozásunk, a legelső zenekarral Never Ending-el volt, és egy AFC Mennyországot játszottunk el. Együtt újra élni százszor minden őrült pillanatát. AFC vagy Tomi rakott ki egy versenyt, hogy dolgozzátok fel a Mennyország című dalunkat, és arra jelentkeztünk a Never Ending-el. Ez egy eléggé meghatározó szám volt, és szerintem a magyar számok közül az egyik legjobb, ami született. Forradalom. Nyilván március 15 és nekem a Red Bull pilva kell. Szóval forradalma. Csak addig voltunk becsben, míg a küzdelem tartott a hírünknek, vége lett hirtelen. Ott ismertem meg Furacsé barátomat, akitől mindig féltem, meg mindenki mondta, hogy ő a tetabányai rém, de tényleg, és rájöttem, hogy az. De hallottam róla a mendemondákat, hogy miket mivel, és az volt az érdekes, hogy lementem a próbaterembe, amikor elkezdtük összerakni a pilvaker dalokat, és mondom, hogy Jézusom, csak mondom, Furacsével ne kerüljek össze egy számba, és nyilván az első dal Március ifjak volt, amiben rögtön akkor Furacsével indítottam, mondom, elkezdtünk próbálni, mondom, Jézusom, itt mi lesz, mondom, szét fog szedni ez az ember, de aztán ő volt az első, aki odajött, és mondta, hogy végre megszól a dal, nagyon szereti, nagyon imádja, és akkor üljünk be valahova, és ott elkezdtünk összehaverkodni, és aztán meg nagyon jó barátok lettünk. Mezítláb. Drága barátom, az Őrs az nemrég elment közülünk, ott nekem volt egy nagyon nehéz hónapom ráadásul, sőt, talán több is, amikor eléggé megzuhantam. A Mezítláb az akkor született igazából, az a szám, amikor eléggé magamba voltam fordulva. Járai Márkot megkértem, és akkor közösen írtunk egy dalt. Közös élményeken kívül nyilván a közös zenélés is meghatározta a ti kapcsolatotokat. A Pilvakerbe sajnos ugye elkészült a közös dalunk, az Itt van az ősz. Végigcsináltuk a próbákat is Őrssel ugyanúgy, de sajnos az a szám az nem tudott úgy megjelenni, hogy szerettük volna, Őrs akkor már nem volt velünk, és a Pilvakeren ott egy kivetítőn mutatták. Talán életem egyik legnehezebb pontja volt azt a számot így duettbe elénekelni, úgyhogy tudom, hogy nem volt ott, és tudom, hogy mennyit jelentett volna neki, hogy ott legyen velünk a színpadon. Mém. Imádom a mémeket. Rajongok értük, azt hozzá kell tenni. Nagyon sok mindent köszönhetünk Arató Andrásnak. Ő szerintem talán az egyik legismertebb mém. Bármikor bárkinek megmutatod a képet, biztos, hogy ismerni fogja. Ő volt az. Így, hát, így van. Csináltunk egy közös számot, High The Pain címre hallgatott. Andrásnak köszönhetjük igazából az első turnénkat is külföldön, ami
baromi sikeresen alakult. Egyszerű, de bonyolult. Ez a Seiwachis Wagner, egy X betű van rajta a tábládon. Mert ez egy régi-régi dal, amit hordtam magammal. 6 évvel ezelőtt kezdtünk el rendesen közösen zenélni, úgyhogy akkor összeültünk, számot írtunk, feldolgozást, és elkezdtünk összerakni egy akusztikus koncertet. Demil az egy nagyon jó pofamanus, Gyergyó. Az egy ikonikus hely. A 4-es streetesek is onnan származnak. Gyergyó hoki meccsre, amúgy nem vagyok nagy hokis, de Gyergyó hoki meccsre elég, már szerintem 3-szor voltam. Mindig egyszer ők vittek le, úgyhogy én nagyon csípem Gyergyót, én azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy remélem lassan meg is hívnak, és akkor srácokkal lent töltetünk egy komolyabb időt. Mondhatjuk, hogy nagyon baráti a viszony az egész zenekarral, úgyhogy hajrá Gyergyó! Hát és az a szerencséd van, hogy pont az ő számokat kell majd feldolgozni, úgyhogy biztos ismered, amit megmutatok neked. Jó. Ez a Mesélek a bornak. Nézzük meg, és már el is kezdesz gondolkodni rajta. Szuper! Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Most így hallgatva ezt a dalt, hogy akkor ezt fel kell dolgoznod. Mi indul be, hogy akkor biztos viszel egy gitárt, vagy hát ez drum and bass-be átvinni, azt mondjuk nehéz lenne, tehát lehet nem kell egész zenekart hívni hozzá, de mik jutnak eszedbe? Én nagyon szeretem az ilyen dalokat még lassabban megcsinálni, az az igazság. Nekem most fejemben talán valami olyasmi van, hogy tök jó lenne vonósra megcsinálni, akár csellóval, hegedűvel. Én azt gyanítom, mert annyira szépek a dallamok, ugye az ének az megviszi az egészet, nagyon letisztult. Ez az első gondolatom, meglátom majd, hogy meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Most, hogy tudod a feladatot, és most, hogy én bőven kikérdeztelek téged, most itt az idő, hogy te kérdezz bármit a 4-es Street zenekar énekesétől, Alintól. Jégkorong vagy foci? Fiatal koromban focista voltam, nagyon sokat fociztam, most is szeretek focizni, viszont most inkább a jégkorong áll legközelebb hozzá. Nagyon sok barátom van, aki Gyergyónál játszik, és járunk meccsre, és járunk szurkolni, úgyhogy mind a kettő. Ha választhatnál egy állatot, melyik lennél a legszívesebben? Én szerintem a kutyám lennék, azért mert szeretném, hogyha úgy szeretnének, ahogy én szeretem a kutyámat. Hogy állsz a tárkonyal, szereted? Hát Zsolti... Igen, a háztartásunkban, meg minden egyes háztartásban, ahova szoktam járni barátaimhoz, rokonokhoz, a tárkonyt eldugják előlem, mert főleg, hogyha el van rakva ecetbe, akkor magára megeszem, és majd megiszom a levét percek alatt, úgyhogy nagyon rosszul állok, mert általában nem nagyon van hozzáférésem. Hogy állsz a húgod udvarlóihoz? Apásan, lazán, vagy úgy, mint egy kazán? Nagyon könnyű amúgy erre válaszolni, azért mert a húgomnak nem volt olyan sok udvarlója, vagyis igazából udvarlója lehet, hogy volt, nem volt sok kapcsolata, viszont én szeretek barátkozni velük, szeretem megismerni, és szeretném előre tudni, hogy kinek adom át a security szerepet a jövőbe. Most jelenleg a tesóm egy nagyon egészséges kapcsolatban van, és büszke vagyok rá, és van, aki rá vigyázzon. Ha ajánlhatná egy helyet Gyergyó és környékéről, mi lenne az? Hogyha tudnék ajánlani egy helyet, akkor Güdücön, Szárhegy mellett van nekünk a szüleimmel egy kis ilyen telek, és rajta egy kis házika, és ott nagyon-nagyon-nagyon jó bulik szoktak lenni, ugye a baráti társasággal, meg a családdal. Én azt a helyet ajánlanám, de úgy, hogy ott legyünk mi is, meg az nagyon hangulatos tud lenni. Ha az ember messze menne el, annak, jó szóló. Jó, ha itt vagyunk. Ha már itt ülsz, jobbjunk. Alakul ez a szám, viszont most már nem emlékszem, hogy kinek is osztottam ki ezt a feladatot. Neked, Zsolt, vagy Izsáknak? Te úgy diktálod időtempót, mint hogyha te kaptad volna eredetileg. Persze, mert Zsolt fölhív, mondja, hogy mit kell átdolgozni, és azt mondja, hogy figyelj, arra gondoltam, hogy akkor legyen benne ének, hegedű,
És mondom, más hangszer gitárt nem akarsz beletenni? Nem is fog megszólni. Hát figyelj, kicsit jöhet bele a gitár, de így alapvetően a hegedű. Hát mondom, hogyha hegedű, akkor viszont loop, és akkor alap, és akkor hát muszáj, hogy én diktáljak, mert ugye eléggé ki vagyok szolgáltatva én is a technikai vívmányoknak itt, úgyhogy össze kell dolgozni. Egyébként Izsák már szerepelt ugye a műsorunkban nagyon jól, akkor már csak ez is adta az ötletet, hogy láttad, hogy Molnár Tomi mellett milyen jól zenélt, akkor elhívod magad mellé is, vagy miért pont rá gondoltál? És ekkor szoktunk azért nem olyan gyakran, de mindig vannak alkalmak, hogy együtt muzsikálunk, és pont ebbe a dalba is felmerült az, hogy szerintem nem is volt nagy kérdés, de rögtön Izsák barátom jutott eszembe, hogy akkor mondom, hívjuk fel, hogy benne lenne, és akkor így elmondtam az instrukciókat, ami annyi volt, hogy tényleg akkor legyen egy ének meg egy hegedű. Talán pont így a hangszer felül indultál el? Szerintem igen, meg annyira szép a dallamvezetés ott az intróba is, hogy kíváncsian várjuk, hogy a srácok meghallgatják, és szerintem lehet, hogy a végén még kedvet kapnak, és innentől csak Izsákkal fogják kérni ezt a számot. Legutóbb az történt, hogy nem is tudtad egyáltalán, hogy milyen szám feldolgozásába kezdtetek, most viszont már az első pillanattól tisztában voltál, így mert van. Így könnyebb? Vagy többet tudja rajta az ember? Nem, az van, hogy mindegyik más, és mindegyiknek megvan a maga kihívás és a maga terhe. Ez nekem most segítség volt, hogy előre tudtam, mert föl tudtam rá készülni, mert nyilván az van, hogy jól haladjunk, azért az alkotáshoz idő kell. És itt ugye át kellett hangszerelni, át kellett gondolni, hogy egyrészt zeneileg mi fér bele, technikailag mi fér bele, hogy épüljön az egész, és hogy nyilván a Zsoltinak is tetszen. De elkaptuk. Itt legyen vége. Jó, mindjárt meghallgatjuk a Mesélek a bornak című számot Szivák Zsolt és Farkas Izsák előadásában, de előtte megbeszéljük a zenészeinkkel, hogy kinek mit jelent a dal szövege. Őszinte leszek, én ezt még nem mondtam el soha, viszont vannak dolgok, amiket kell vállalni. Mesélek a bornak, már hallani is unja, hajnalokon át két kezemet fogja, kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Voltak az életemben olyan mélypontok, amikor úgy tudtam az érzéseimmel együtt lenni, meg azonosulni, meg valamilyen szinten elfogadni őket, hogyha a borral együtt töltöttem kevés, de talán minőségi időt egy pohár bor mellett, nagyon jól el tudok saját magamba merülni, és el tudok magammal úgymond beszélgetni. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Elmélkedésnek a pillanat, ez egy, amúgy egy intim sztori, amikor tényleg az van, hogy nem kürtölöd világgá, hanem igazából megpróbálsz lecsendesedni, egymásnak vagytok a támaszai, és éppen a bor segít neked abban, hogy a kérdésre talán megtaláld a választ. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Segíts jó uram, a netán rosszabb útra tévedek. Szerintem ez a dal ébresztett fel bennünk amúgy így összességében a zenekarba rengeteg olyan lelki értéket, amit addig bennünk volt, csak nem fogalmazódott meg. Az, hogy milyen a családhoz kötődni, mi az, hogy hazalátogatunk, nyilván, hogy hazaérünk. Mindenkinek az az első, hogy a szeretteivel legyen. Ne legyen bennünk egy hiányérzet, hogy mulasztottunk a szüleinkkel, vagy a szeretteinkkel szemben. Engem nagyon sokat segítettek a szüleim. Alapból nehezebb volt nekünk, mert román vidékről költöztünk Alfaluba, Gyergyószent Miklós mellé, és anyuik csak ketten voltak, volt anyu, apu és két gyermek. És magyarul se tudtak, és most sem tudnak. Én a testvéremmel megtanultuk magyarul, viszont mi ott voltunk, volt a kis saját világunk, úgy kellett építsük a jövőnket, hogy tudatosan és nagyon bátran, és emiatt lett egy ilyen kis nagyon-nagyon összetartozás. Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Ez egy ilyen, annyira szép ez az egész, hogy ilyen benne van az elengedés is, de mégse az, hogy elengedi, mert büszke rá, és nem az van, hogy szorítja és itt tartja, mert hogy ő annyira szereti, hanem szerintem ebben az is benne van, hogy annyira szeretsz valakit, hogy képes vagy elengedni, és azt, hogy járd az utat, találd meg magadat, és legyél boldog. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok. Látogass felénk, fiam, ameddig én még itt vagyok.
messzi szép hazámra gondolok. Ez az a sor, amikor koncerten, hogyha a fater ott van koncerten, akkor kijön belőlem. Nem jön el sok koncertre, mert úgymond az idő se engedi neki, meg nehezebb is megérteni a dalszöveget neki, mert ugye nem tudnak magyarul, de örülök, amikor ott van. Tehát itt ennél a sornál úgy nehéz egy picit. Én azt mondom, hogy akinek a szerettei élnek, és van lehetőségünk együtt, minőségidőt együtt tölteni, az tegye össze a két kezét is, és legyen hálás. Tényleg olyanok vagyunk, mint a testvérek. Őszintén elmerem ezt mondani, mert mély pontokról szedtük egymást ki. És hálás vagyok annak, hogy együtt vagyunk, mert legyőzhetetlenek vagyunk. Most, hogy alaposan kielemeztük a Mesélek a bornak című dal szövegét, itt az idő, hogy meghallgassuk Szivák Zsolt és Farkas Izsák előadásában. Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már ég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely. Ha az ember messze menne el, ne feledje a házát, merre tart és honnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne el, ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok, már idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok. Az ember messze menne el, ne feledje a házát, merre tart és honnan érkezett, siratja bús magányát. Az ember messze menne el, ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Az ember messze menne el, ne feledje a házát, merre tart és honnan érkezett, siratja bús magányát. Az ember messze menne el, ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár. Az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
Zsolt, Izsák, köszönjük szépen ismét. Kiderült, hogy jó alapanyagból csak valami nagyon jó sülhet ki, viszont ez a dal számotokra nagyon sokat jelent, srácok. Elmondtátok, hogy nem is nagyon tudtok külső szemmel nézni rá, most viszont mégis ezt kellett tennetek. Így hogyan tűnt? Milyennek ez a szám? Hát igazából a múlt héten mondtam én Boginak, hogy családba maradt, és most is azt tudom mondani, hogy családban maradt ez Zsolti, meg Izsák, hát jó barátunk is, és nagyon jó volt külső szemmel is nézni amúgy, igen. Zsolti, eszméletlően gyönyörű hangod van. Tehát én annyiszor hallottalak már énekelni, viszont ez a dal nagyon-nagyon szép volt. Köszönjük szépen amúgy, nagyon, nekem nagyon-nagyon tetszett. De igazából itt szerintem nem is az a lényeg, hogy tetszedjen, az a lényeg, hogy valamilyen szinten átjöjjön, meg tényleg megtisztelő, hogy ti dolgoztátok fel a dalunkat. Köszönjük szépen. Nagyon nehéz volt eljátszani ezt a számot, szerintem ez hallatszódott is, mert Tomasz vagy a srácoknak, a jó barátom is, Tomasz, hogy mennyit jelent ez a szám, és emiatt borzasztóan izgultam végig, tehát hogy úgy játszam le én is, mert nekem is ez a szám, amit először meghallottam, ilyen nagyon nagy, tehát olyan érzelmek fűztek ez a dalhoz, hogy nagyon-nagyon szeretem játszani, és pont ezért volt baromi nehéz előadni, és szerintem rég izgultam ennyire, hogy át tudjam adni azt, ami igazán ez a csodaszám. Próbáltam elvonatkoztatni, hogy nem próbáltam irátok nézni, mert hogy így nehéz, hogy most itt ültök, és akkor így hallgatjátok a ti dalotokat, tényleg baromi jó érzés volt. Izsák, tőled pedig megszokhattuk, hogy hát nagyon szép improvizatív szólókkal rukolsz elő, most se kellett visszafognod magad jól, sejtem? Abszolút, ezt sikerült átvinnem. Mondtam a Zsoltinek, amikor próbáltunk, hogy szerintem egy hegedű szóló azért csak férjen már bele, nem? ha már itt vagyok, de nagyon, nagyon jó dolgom volt, mert nagyon jó az alapanyag. Srácok, ez egy királydal. Ez nagyon rendben van. Szóval ebbe konkrétan benne van minden. Egy olyan, mint egy jó népdal, szájról szájra terjed, szövege változó. Ez is olyan, mint hogyha megírtátok, de így odaadnátok a népnek, hogy énekeljétek, használjátok. Nagyon röviden, amit így hozzá tudnék fűzni ez a produkcióhoz, én annyira éreztem közben azt, amit ti át akartok adni, hogy végig azon voltam, hogy hogyan tudnék valahogy egy dob felszereléssel oda a hátatokhoz beférkőzni, és valahogy csatlakozni ehhez a dologhoz, mert engem teljesen levettetek a lábamról, nekem nagyon tetszett, és köszönöm, hogy egy ilyen élménybe lehetett részem. Alin, rajtad jól láttam a meghatódottságot? Bizonyára igen, mert ez a dal nagyon-nagyon különleges helyet foglal az én szívemben, akkor is, amikor mi adjuk elő színpadon, akkor is általában meg szoktam hatódni. Érzelmileg nem egy olyan könnyen emészthető dal, akkor is, ha én éneklem, viszont nekem nem tudom azt mondani, hogy az, hogy tetszett, ez a tetszésen felül volt. Tehát nekem őszintén, tehát a hegedű hangja nagyon-nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. Meg az, hogy Zsolti, ahogy énekelte a dalt, olyan kellemes meglepetés volt, és a refrént is, amikor becsuktad a szemedet, ez mindent elmond. Nekem átjött, és úgy mondom el neked, mint az egyik jó haveron, Zsolt, tudod, hogy tehát ezt itt is elmondom, és egy sör mellett is ugyanezt fogom elmondani, mert nagyon átjött, és köszi szépen. Zsolt, Izsák, köszönjük szépen nektek a produkciót, fiúk nektek pedig, hogy eljöttetek és értékeltetek. Ezzel a műsorunk a végéhez ért, de ne felejtjétek, hogy folytatódik a Zenei Láncreakciónk jövő héten is, hiszen Zsolt is továbbadja egy saját dalát a következő előadónknak. Ezt a számot nem sokára ti is meghallgathatjátok, de hogy ki fogja feldolgozni, az csak a jövő héten derül ki. Addig is kövessetek minket extra tartalmakért az online felületeinken, keressétek a Petőfi TV-t a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is, a YouTube csatornánkon pedig az összes eddigi adásunkat újra megnézhetitek. Most Szivák Zsolt egyik számával búcsúzunk. Sziasztok! Mosódott kép, álmos egy város, én a széllel megyek. Már minden világos, ki marad velem, ki a végsőkig ismer, kiben megbízom. És kiállok százszor, mert hogy tudnék élni, ha már nincs kiért, hogy tudnék félni. Ha már nincs miért, hogy tudnék hinni, ha nincs kiben. Ha már nincs senkiben, senkiben, senkiben. Visszanézve nincs, amit megbántam.
előbb gondolkodtam, csak aztán hibáztam, mert ez egy régi-régi dal, amit hordtam magammal, de ma már nincs kivel hallgassam.